1981 óta támogatja az Éfoly Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete a fogyatékkal élőket és családjaikat. Megyénkben 5 telephelyen látják el feladataikat, az egyik itt van Újfehértón. A korai fejlesztés, a fejlesztőnevelés oktatás, a támogató szolgálat mellett nappali ellátásban részesítik a 3 év feletti sérülteket. Itt 10 szakember összesen mintegy 50 gyermekkel, fiatallal és felnőttel foglalkozik. Az ellátottak különböző programokon vehetnek részt a mindennapi elfoglaltságok mellett. Jó érzem magam, jó mindent festek, mindent kapálunk, kerted, meg képszeget festünk, udvarsepelnünk, minden sok mindent. Az Éfoész megyei egyesülete folyamatosan pályázik, most 2 új program indul. Az egyik a 10 éven nagy sikerrel működő fecskeszolgálat folytatása. A fogyatékkal élők otthonukban való segítésére 20 millió forintot nyert az egyesület állami forrásból. A májusban elindult másik programnak köszönhetően pedig a szülők mellett a sérültekkel foglalkozó szakembereket is támogatják. Ez a kapaszkodók nevet kaptam, és ennek keretében speciális eszközök kerülnek beszerzésre, valamint a szakembereink képzéseken, tréningeken vesznek részt, amelyel, vagy ahol újfajta terápiás technikákat tanulnak meg, illetve a fogyatékos gyermekek családjaikkal együtt táborokban vehetnek részt, ahol a kikapcsolódás mellett a szülők különböző hasznos információkkal gazdagodnak, ilyen probléma megoldási technikákat tanulhatnak meg. A nappali ellátásban résztvevő fiatalok és felnőtt sérültek nem csak a házi munkák elvégzését tanulják meg az Éfoésznál, kézműves foglalkozásokon a tehetségüket is fejleszthetik. Gyöngyfűzés, szabásvarrás, festés, agyagozás. Csupán néhány a kedvencekből. A gyerekek pedig a játék mellett érdekes és szórakoztató fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt.